Tisztelt kitüntetett barátaim, azért mondom többes számban, mert én úgy érzem, Csóri Sándor lélekben itt van most. Miniszter úr, vendégeink és akadémikus társaink, a Magyar Művészeti Akadémia nevében köszöntöm őket abból az alkalomból, hogy ezt a két díjat, ezt a két nemes díjat először adja ki az akadémia maga történetében, így egy kicsit bele is tartozik ebben a történelmi menetben. Megvalom, és miért nem tenném, hogy az öröm és a büszkeség szószólójának lenni a legboldogabb érzés, amit valaha életemben általában érni szoktam. A magyarázat egyszerű, ma itt a választottakért, a különbekért szól a jelképes harang. A sorsukat, tehetségüket, szívóságukat, egész életművüket nekünk ajándékozókért, egy olyan történelmi időben, amikor az akadémia sorsa végre komolyra fordult, és semmire sincs olyan nagy szükségünk, mint a példaadókra, a követhetőkre, az elhivatottakra. Nagy időben, nagy formátumú példákra van szükség. Két pályatársunk kiválasztott személyiség. Küldöttek ők abból a magas világból, ahol közös létünkre született isteni terv, így hisszük. Ők ketten azok közül valók, akik képesek kiigazítani mindennapi rontásainkat a föld türelmes arcán és tétova szíveinkben egyaránt. Könnyű is a szívem ezek után, barátaim, mert a Magyar Művészeti Akadémia döntése nem ítélkezés, hanem józan választás, kortársak méltó megbecsülése és szemérmes ölelés, ám annak be kell vallanom, nagyon forró. Tisztelt elnök úr, kedves Dávid Katalin, hölgyeim és uraim! Ma kettős ünnepünk van, hiszen nem csak azért, mert két díjat adunk át, hanem azért, mert ez a két díj ez ma születik, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia életműdíja és nagydíja először ítéltetik oda. Ez a mindig van, jól el lehet gondolkodni, hogy melyik minősíti melyiket. A díj minősíti a díjazottakat, vagy a díjazottak minősítik a díjat. Amikor először adnak át egy díjat, akkor azért mégiscsak az az alapszabály, hogy a díjazottak, az első díjazottak minősítik a díjat, ők adják meg a rangját, és ezért, amikor díjat kapnak az emberek, akkor felszokták sorolni, hogy ki mindenki kapta már meg előtte, és ezzel egyúttal egy rangot is jelent. Ma az először odaítélt díjban van valami ennek az elsőnek a varázsából, ez valóban így van, és hát természetesen a díjazottak, két nagy ember, Dávid Katalin és Csóri Sándor minősítik, megemelik ezt a díjat, mércét állítanak a ezután következő díjazottak elé, de azért azt hiszem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia első díjazottjának lenni, ez azért egy különleges elismerés, mert biztosak vagyunk abba, hogy egy olyan kezdetnek az elején vagyunk, egy olyan kezdet elején nem állunk, hanem dolgozunk, dolgoznak önök, amelyre fényes jövő vár. Utalnunk kell természetesen Makovec Imrére, aki nélkül nem lenne Magyar Művészeti Akadémia, még ha nincs is itt köztünk, de biztosak vagyunk abban, már csak az ő szellemi öröksége miatt is, hogy amit itt elkezdünk, kicsiben abból valamikor majd nagy lesz a mustármakhoz hasonlóan egy olyan fa, amin, ahogy az evangélium írja, még a madarak is fészket tudnak rajta rakni. Azt kívánjuk, hogy minél több fészek valóságos otthona legyen ez a magyar művészeknek, és ehhez hozzátartozik az elismerés, ami mindig egyfajta megmérettetés, amiben benne van az, hogy az igazi teljesítményeket értékelni tudjuk, elismerjük, méltatjuk, és ezzel a következő generáció elé mércének is állítjuk. Dávid Katalin nemzetközileg elismert művészettörténész professzor, aki elvégezte a teológiát is. Természetes tehát, hogy a művészettörténetet és a teológia határterületét kutatja. A teológiát ismerve a művészettörténetet, művészettörténészként a teológiát. Dávid Katalin számára a Biblia az a mű, amely abszolút biztos alapját adja a megtartó európai kultúrának, önazonosságnak, életben maradásunknak. Tudomány szervező tevékenysége is alapvető jelentőségű.
Munkássága révén sorban nyílnak, illetve újulnak meg az egyházi és felekezeti múzeumok, gyűjtemények, kincstárak. Több száz tanulmánya, könyve jelent meg magyar, angol és német nyelven. Több évkönyvet és sorozatot szerkesztett. A Magyar Képzőművészek Szövetségének alapító tagja 1949 óta, a Szent István Tudományos és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Munkásságát a Magyar Köztársaság és a Vatikán magas szakmai és társadalmi díjakkal ismerte el. 80. születésnapján II. János Pál pápa saját kezűleg aláírt oklevéllel köszöntötte és audienciáján fogadta. Integráló személyisége minden időben képes volt a legkülönbözőbb világnézetű és hitű embereket nemes célokért mozgósítani. Tudós és művész nemzedékek vallják mesterüknek. Dávid Katalin lenyűgöző tárgyi tudással, a teljesség igényével, ugyanakkor olvasmányos stílusban megírt munkái mindenkinek ajánlhatók. Szakembereknek és laikusoknak, hívőnek és nem hívőnek egyaránt. Méltó döntés tehát, hogy a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjjal ismerje el Dávid Katalin munkásságát. Azért örülök, mert személyesen köszönhetem meg minden akadémikus társamnak ezt a csodálatos kitüntetést, hiszen közgyűlés fogadta el a díjak odaajándékozását. Persze az, hogy köszönöm, az nem fedi le az érzéseket, különösen, ha hozzáteszem, hogy nekem ez történelmi pillanat, éppen a hallottak miatt, hogy először adja a Művészeti Akadémia, ez még csodálatosabbá teszi. Egy életműdíj nem lezárja, hanem megelőlegézi még a jövőt, gondolom én. És, na most egy-két évtizedes, néhány évtizedes római munkámat az utolsó évtizedben 7 könyvbe publikáltam, de maradt egy-két kisebb téma, annak a kutatás és publikálása folyamatban. Az, ami azonban fontos, hogy aki 1923-ban megszületett, 2013-ban még él, az egy olyan történelmi korszakot, tudományosan elfogadott történelmi korszakot élt át, amely kezdődött az első világháború után, és most valamikor befejeződik egy nemzetközi furcsa gazdasági válsággal. No, aki ezt átélt, az látott eseményeket, 2 diktatúrát élt meg. Látta az ideológiák egymásnak feszültségét, látta a társadalom megtámadottságát, látta, és ez a legborzalmasabb, a társadalom alapjának, a családnak megtámadottságát. Átélt a háborút, látott krematóriumot, haláltábort, koncepciós pert, internáló tábort, de kortársai voltak a mártírok, kortársai voltak a hősök, kortársai voltak a szentek. Na, aki ezt végigélte, az mondja el, hogy ezt hogy élte meg a gyermek, hogy élte meg a felnőtt, és hogy éli át az öreg ember. Szászónak is egy a vége, megkezdtem az emlékirataimat. Igen. Ez egy furcsa műfaj, nagyon furcsa műfaj, mert meg lehet szakítani, de hát abba lehet hagyni, de befejezni nem lehet. Ezt addig kell csinálni, amíg meg nem halunk. Igen. Még egyszer köszönöm a nagyszerű díjat,
És a Jóisten éltesse a Magyar Tudományos, Magyar Művészeti Akadémiát. De kívánom a Tudományos Akadémiának is, de ezt akartam mondani, a Magyar Művészeti Akadémiát. Köszönöm. Életműve nemzeti kultúránk eszméltető értéke, összegezte Görömbei András akadémikus a Csóri Sándorról szóló monográfiájában. Vasi Géza pedig a nemzet rebellisének nevezte a költőt. Csóri Sándor versei, s különösen problémaérzékeny, tabukat félresöprő, a nemzet alapkérdéseit tisztázó esszéi számos alkalommal keltettek országhatáron túlnyúlóan is zajos visszhangot pályakezdése pillanatától. Az egyetemes magyar irodalom egyik meghatározó életműve az övé. És a 60-as évektől a máig tartó történelmi idő nemzeti, társadalmi önismeretének gyötrelmesen gyönyörű költői, írói foglalata. Több mint fél száz önálló kötete jelent meg. Kósa Ferenccel, Sára Sándorral tucatnyi film készítésében vett részt. Könyvei megjelentek angol, német, francia, olasz, portugál, észt, finn, norvég, svéd nyelven is. 1990-ben megkapta a Kossuth díjat, amelyet korábban ellenzéki magatartása miatt megtagadtak tőle. Majd Prima Primissima és Magyar Örökség díjjal ismerik el életművét. Csóri Sándor költői, írói életműve az egyetemes magyar irodalom kitüntetett értéke. Költői és közéleti magatartása, megalkuvást nem ismerő erkölcsi következetessége a legnagyobb szellemi elődökhöz mérhető. Méltó, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjjal ismerje el Csóri Sándor munkásságát.